Ez itt Bukoldami, az Egyesült Államokból, Floridából, és beszélgető társai. Magyarországról. Vermontból. Torontóból. Svédországból. Szingapúrból. Norvégiából. Finnországból. Németországból. Franciaországból. Schneider Izabellával legelőször több mint 15 évvel ezelőtt találkoztam egy kétasztalos bridge partin. A többnyire már nyugdíjas magyar értelmiségiek, akik a különböző országok téli időszakát töltötték Floridában, a bridge asztal körül gyűltek össze. Felejthetetlen élmény volt, ami többször is megismétlődött. De az évek során sajnos a bridge esték lassan elmaradoztak, és az ide látogatók is egyre ritkábban jöttek. A vírus járvány óta pedig teljesen eltűntek. Így nagyon megörventem, amikor az elmúlt napokban Izával ismét kapcsolatba kerültem. Iza orvos, író, festőművész. Vele beszélgetek a Szó összehoz 171. epizódjában. Schneider Izabella vagyok. Erdélyi vagyok, Marosvásárhelyen születtem. Ott jártam iskolába. Ebben a pillanatban Németországban vagyok. Van Aachenben egy lakásunk, és itt vagyok a férjemmel együtt. Erdélyben, Marosvásárhelyen születtél, és ott jártál a művészeti liceumban. Ott végeztem, akkor még nem úgy hívták, hogy liceum, hanem képzőművészeti középiskola. Ott diplomáztam grafikusként. Viszont végzés után az orvosi és gyógyszerészeti egyetemre mentél. Igen. Ahol elvégeztem az orvosi egyetemet, és lediplomáztam, mint általános orvos. Azon kívül van két szakvizsgám, orvosi szakvizsga, az egyik közegészségügy járványügyből, a másik tüdőgyógyászat mellkasi betegségekből. Miért az orvosi pályát választottad a művészeti iskola után? Azért, mert az orvosi egyetem az Marosvásárhelyen volt, és nekem nem voltak akkor anyagi lehetőségeim arra, hogy elmenjek mondjuk Kolozsvárra vagy Bukarestbe a képzőművészeti főiskolára. Kellett felvételizni? Hogy lehetett bejutni az egyetemre? Kellett felvételizni, és felvételítem, és felvettek. És akkor elvégezted az egyetemet, ami akkor talán 6 éves volt? 6 éves volt. És kihelyeztek Gyergyótölgyesre, egy tüdőszanatóriumba, ahol 1,5 évet töltöttem el. Utána további 1,5 évig Gyergyóban voltam egy gyermek TBC szanatóriumba. Azután versenyvizsgáztam, és kaptam egy alorvosi állást a Marosvásárhelyi Közegészségügyi Állomáson. Ezután 1971-ben kitelepettem Magyarországra, és ott dolgoztam a 2. kerületi közegészségügyi hivatalnál, mint tiszti orvos, egészen 1975-ig. Iza, miért vándoroltál ki Magyarországra? Mert féltem a románoktól. Milyen volt az élet akkor Erdélyben? Azt képzeld el, hogy az utca két oldalán állt két ilyen bőrcsek is, szekuritátés és figyeltek. Nem tudom, miért figyeltek, de figyeltek. Elmentünk koncertre, ott is ott voltak. Nem akartam ott maradni a Ceausescu Romániájába. És ezért minden követ megmozgattam, hogy sikerüljön elmenni. Természetesen nem volt egyszerű, mert Istvánnal már akkor együtt voltunk. Én megkaptam az útlevelet, kimentem, kértem visszahonosítást, meg is kaptam, és akkor hozzámentem Istvánhoz feleségül, és őt is kivittem magam után Budapestre. Ott dolgoztunk egész 1975-ig, és akkor disszidáltunk. Hogy miért disszidáltunk? Mert nem akartuk tovább építeni a kommunizmust. Elmentünk Németországba, ott elismerték mindkettőnk diplomáit, és az egész munkás életünket ezután ott töltöttük. Iza, említetted a két bőrkabátost Marosvásárhelyen. Volt valami okuk, hogy figyeljenek titeket?
Semmi okuk nem volt, vagy legalábbis én nem tudok róla, akkor se tudtam róla. Szerintem eminens tanuló voltam, úgyhogy az egyetemről nem jöhetett ez a dolog. Bár volt egy olyan élményem, hogy 1956-ban az egyik barátomnál hallgattuk a rádiót, a Szabad Európát, hogy mi van Magyarországon, és ezt valaki befújta a szekunak. Szerintem ez volt az oka, hogy engem figyeltek, mert többször behívtak a szekuritátéra, és mindenképpen azt akarták kihúzni belőlem, hogy tervezett volt ez a rádióhallgatás. De természetesen nem volt szervezet. A többi barátomat, akikkel rádiót hallgattunk, mind kirúgták az egyetemről. Én megúsztam egy harmadfokú szankcióval. Azután, hogyha megpisszentem volna, kirúgnak az egyetemről. Innen kezdődött a félelem, és szerintem innen kezdődött a megfigyelés is. Miután áttelepedtél Magyarországra, igen, milyen volt a beilleszkedés? Én nagyon jól be tudtam illeszkedni, István nem szerette azt a helyet, ahol dolgozott, és megbeszéltük, hogy elmegyünk. Bár Magyarországon sokkal jobb volt a helyzet, mint Romániában. Össze se lehetett hasonlítani. Hogyan sikerült Nyugat-Németországban diszidáljatok? Úgy sikerült Nyugat-Németországban diszidálnunk, hogy hosszas utánajárás után kaptunk egy-egy útlevelet, és elmentünk, és megtagadtuk a hazatérést. Melyik városban telepedtetek le? Volt egy észak-német kisváros, Salzgitterbad, ahol én előbb osztályos orvos voltam, aztán főorvos voltam 2 évig, és utána vettem Kasselbe egy rendelőt, és ott telepedtünk le, István kapott ott állást, és én egész a nyugdíjba menése még ott dolgoztam Kasselbe. Milyen volt a beilleszkedés Németországban? Nem volt könnyű, de ha elhatározod magad, akkor beilleszkedsz. Németül tudtatok? Hát egy 6 éves gyerek szintjén tudtuk németül. Nekem nagymamám 100 volt, és velem németül beszélgetett, amikor én egészen kicsi voltam. És utána is jártam német órákra, úgyhogy én valamilyen szinten beszéltem, és István valamilyen szintén ugyancsak beszélt németül. De a praxisomban, a rendelőmben nem csak németül rendeltem, hanem olaszul is, spanyolul is, törökül is. Megtanultam törökül beteget rendelni, képzeld le. Nem volt könnyű. És jöttek magyar és román és lengyel betegek, és mindegyikkel az anyanyelvén értekezni. Nem volt könnyű. De megcsináltam. Tehát inkább külföldiek jártak hozzád. Igen, egy olyan helyen volt a rendelőm, ahol sok ilyen vendégmunkást foglalkoztató gyár volt, egy ilyen gyárváros, ahol rengeteg török és jugoszláv és lengyel és olasz, rengeteg olasz betegem volt. Említetted, hogy nyugdíjba menettelig ott voltál. Ekkor kezdtél el írni és festeni, vagy már előtte is? Hát festeni 78-ba kezdtem el, mégpedig azért, mert megéreztem, hogy egy kicsit lenéznek engem a kollégák, mint külföldit. A külföldinek Németországban mai napig pejoratív felhangja van, és meg akartam mutatni, hogy én többre vagyok képes, mint egyszerűen csak orvosnak lenni. És akkor elkezdtem festeni és kiállítani, és volt vagy 60 kiállításom összesen. Igen, utána olvastam, hogy Magyarországon, Németországban, Belgiumban, Izraelben, és itt az Egyesült igen, Államokban igen. is. Igen. Tehát felfigyeltek az alkotásaidra? Te azt hiszem, hogy igen. Felfigyeltek rá. Benne vagyok egyébként a német nyelvterületek képzőművészeti lexikonába, mint festő, ami azt hozta magával, hogy később egy akvarell tankönyvben is szerepelek. Az volt a címe, hogy az akvarell fascinációja, ezek mind Németországban jelentek meg. Gondolod, hogy ezen keresztül kerültél valakinek a
látókörébe is szervezte a kiállításokat? A kiállításokat én szerveztem. Na, hogy működött ez, Izra? Azzal kezdődött, hogy valaki felhívta rám a figyelmet egy kaszárnyába. Az ottani orvos egy barátnőmnek a férje volt, akinek nagyon tetszettek a képeim, és felhívta a kaszárnya ezredesét, hogy a Tiszti kaszinóba kellene rendezni nekem egy kiállítást. És így kezdődött. Ezután minden évben rendeztem ott egy kiállítást, a környező lapok elkezdtek írni rólam, és aztán jött minden magától. Sok publikáció jelent meg a képekről. De nem ez volt az én fő foglalkozásom. Én ezt csak akkor csináltam, amikor ültem a telefon mellett, telefonszolgálatos voltam, és vártam esetleg egy-egy hívásra, és akkor közben rajzolgattam az asztalon. Olaj és tempera képeket, akvarelleket és illusztrációkat is festesz. A saját regényeidet is te illusztrálod. Festettem, 2 éve nem dolgozom. A saját regényeimet is én illusztráltam, hát nem a regényeket nem illusztráltam, a humoreszk gyűjteményeket illusztráltam, meg a szociográfiát, amit írtam egy öreg jósnőről, azt is én illusztráltam, és a könyveknek a címlapjai az én munkáim. Hát ezt értem, hogy a festészet a művészeti középiskolából ered, de meséld el, hogy hogy lesz egy orvosból író. Én először író voltam életemben. Ez úgy történt, hogy amikor első elemista voltam, akkor megnézte a tanítónéni, hogy hogyan írok, és nagyon csúnyának találta, és azt mondta a szüleimnek, hogy írassanak velem minden nap a feszkén kívül egy oldalt. Mindegy, hogy mit írok, csak írjak egy oldalt. És 4 évig kínoztak engem ezzel a dologgal, hogy minden áldott nap kellett írni egy oldalt. Aztán írtam én meséket, írtam naplót, írtam leveleket, és a tanítónéni megnézte 4. koromban, hogy hogy írok, és látta, hogy pont olyan rondán, mint 1. éves koromban. És akkor azt mondta a szüleimnek, hogy hagyja abba a gyerek, ebből nem lesz semmi, ez diszgráfiás. És én nem tudtam abba hagyni. Egész egyszerűen annyira megszoktam az írást, hogy nem tudtam felhagyni vele. Mindent írtam. Az ég egy kerek világán mindent. Verseket írtam, színműveket írtam. Az első könyvem az egy transzkulturális medicináról szóló mű, amit arról az idős jósnőről írtam. Az volt a címe, hogy Kísértetek, rejtelmek, átkok. És ezzel rájöttem, hogy tudok könyvet írni. És akkor elkezdtem előbb humoreszkeket, megjelent vagy 5 humoreszk gyűjteményem, és utána elkezdtem írni regényeket is. És összesen megjelent vagy 30 könyvem az alatt, az idő alatt, ami alatt elmentem úgymond nyugdíjba. Most már 2 éve nem írok. Könyveid csak magyarul jelennek meg, vagy németül is írsz? Németül nem, de románul megjelent, vagy 2-3. A könyveimet az erdélyi antikvárius.ro kiadó adta ki, és ők kérték, hogy fordíthassák le románra a könyveket. Mondtam, hogy hát amit úgy találnak, hogy érdemes, azt fordítsák le, és le is fordították. Én nem láttam a fordításokat. Valaki mondta, hogy nem túl jók. Hogy kezdted kiadni a könyveket? Tehát elkezdtél írni, rájöttél arra, hogy tudsz írni, és akkor? Volt egy ismerősöm, aki az akadémiánál dolgozott, és ő hívta fel a figyelmemet erre a transzkulturális medicinára, és ő mondta, hogy írjam meg ezt a sztorit, amit elmeséltem neki. És ez volt az első megjelent könyvem, amelyik azután még 2 kiadásra került. Összesen 3 kiadást ért meg. És hát tulajdonképpen ennyi volt. Ezután kezdtem el kiadni, egyszer csak magánkiadásokba, és aztán elmentem egy kiadóhoz, aki elolvasta a könyveimet, amit vittem neki,
és azt mondta, hogy kiadja, ez volt a KUK. És versenyem jelentek meg a Litera Novánál, könyvem jelent meg a Kossuth kiadónál. Tulajdonképpen úgy kezdtem el tényleg komolyabban írni, hogy elhatároztam, hogy megírom az évfolyamom történetét. És akkor megpróbáltam felkutatni az évfolyamtársakat, akikkel minden kapcsolatomat elvesztettem időközben, és a 75 emberből 60 ember válaszolt. És akkor mindenkitől megkérdeztem az élményeit, és csináltam egy olyan kötetet, aminek az volt a címe, hogy Világítottunk. Úgy értem, hogy a sötétben egy szál gyertya is világít, hogyha más fényforrás nincs, és mi ilyen körülmények közé kerültünk ki, miután az egyetemet elvégeztük, hogy se villany, se folyóvíz, se WC a házba, és ott megpróbáltunk ilyen sötétségbe világítani. Na, ez volt a cím ennek a szociográfiának, amit aztán még követett kettő, ugyanezekből az összegyűjtött levelekből, amiket az évfolyamtársaim írtak nekem. Megírtam vagy 3000 levelet ehhez a könyvhöz kézzel, és sokszorosítottam, és így sikerült ezt összehozni. A könyv megtalálható az összes nagy könyvtárakban, a Széchenyi könyvtárban, a Szabó Ervin könyvtárban, a Magyarság Kutató Intézetnél. És aztán jöttek a többi könyvek, és az utolsó két kötetemig mindent kiadott a KUK könyvkiadó Budapesten, és utána aztán szerettem volna, ha megjelennek Erdélybe is a könyvek, és beszéltem egy erdélyi kiadóval, a Bookmannal, az antikvárius.ro, és ezek még egyszer kiadták az egész sorozatot, ezúttal puha kötésbe, de ennek is nagyon örventem. Utána még írtam két könyvet, amit csak ők adtak ki. Hiszen említetted, hogy az elején magánúton adtad ki a könyveidet. Ez annak idején hogy volt lehetséges? Mert most az internettel, na, el tudom képzelni. De annak idején hogy valósítottad ezt meg? Úgy, hogy kerestem egy gépírót, mert akkoriban én még nem írtam kompjúterrel, hanem kézzel írtam. Akkor még nem is volt kompjúter talán. Nem volt még kompjúter. És hát nekem legalábbis nem volt még, és nem tanultam meg kompjúteren írni. Ma már kompjúteren írom a dolgaimat, de akkor még kézzel írtam, és kerestem egy gépírót, aki tud korrigálni is. És annak a férje egy nyomdaipari szakember volt, aki elolvasta a könyveimet, és tetszett neki. És elvitt egy nyomdászhoz engem. És ott annál a nyomdásznál eleinte csak 100-as példány számba kiadták a humoreszkjeimet. De a regényeimet azt már a Kossuth kezdte kiadni. Ott jelent meg a 11. parancsolat, és aztán a KUK a többit. Sokszor a női lélek rejtelmeiről írsz. Tehát az utóbbi regényeid azt hiszem, hogy így jellemezhetőek. Hát mert, hogy én is nő vagyok, és nekem is van lelkem, gondolom. Saját életedből nem merítesz? Nem, ez egy nagyon érdekes dolog. Én Marosvásárhelyen a Föld utcában laktam. Ez a Föld utca, ezt magyar időben 1940 és 44 között hívták Föld utcának. Egy kicsi mellékutca volt a város közepébe. És ott lakott az a 24-26 gyerek, akikkel a gyerekkoromat töltöttem. És ezek a gyerekek, ezeket szétfújta a történelem, és az ő történeteinket írtam meg. Természetesen némi költői túlzással. Ezt a szériát úgy neveztem el, hogy a Föld utcai lányok története, de ezzel azt a cím alatt nem jelent meg könyv. Ez csak mint irodalmi dolog. Mit szóltak a barátaid, barátnőid a sorozathoz? Ők voltak a barátaim és a barátnőim,
és elfújta őket a szél, kit erre, kit arra, és sokan kerestek is meg azzal, hogy írjam meg a történetüket, és én megírtam. Legutoljára ezelőtt 2 évvel kért meg valaki, de már nem vállaltam el. Sajnálom egyébként, hogy nem vállaltam el, de már valahogy sok volt. Említetted, hogy Aachenben vagytok, ott éltek, de ha jól tudom, 2 laki életet éltek. 2 laki életet élünk. Van Pesten is egy lakásunk, ahol a tavaszt és az őszt töltjük, a nyarat és a telet itt Aachenbe, mert itt jobb a fűtés. Mikor határoztattuk el, hogy kipróbáljátok ezt a 2 laki életet? Hát tulajdonképpen egy pár éve. Egy olyan 10 éve körülbelül. Most már elég régen vagyunk nyugdíjasok, úgyhogy amikor István is elment nyugdíjba, tehát ő később ment nyugdíjba, és amikor ő is elment, akkor elhatároztuk, hogy a kultúra miatt hazaköltözünk időlegesen. Nem nehéz az ide-oda utazás? Hát István még jól vezet, én már nem tudok vezetni se. Körülbelül 1200 kilométer ide Budapest, és ezt István levezeti egy nap alatt. Nem mindig. Ha muszáj csak. Ha muszáj, akkor mondja. Marosvásárhely nem hiányzik? Nem te. Engem köpjenek szembe, én nekem nincs honvágyam. Mikor voltál utoljára Marosvásárhelyen? Az 50. évfolyam találkozómon. Ez volt 2013-ban. Semmi nem vonz vissza. Nem, semmi nem volt. Néztem az embereket, és nem láttam ismerős arcot. Igaz, hogy én már rég eljöttem onnan, ennek most már nagyjából 50 éve. Úgyhogy hol is keresem én az ismerős arcokat. Nem, nem volt. Semmi vágyam nem volt rá, hogy visszamenjek. Voltam a házba is, ahol laktunk. De semmit nem éreztem, hogy nekem ehhez valami közöm van. Családtagok, rokonok? Van egy féltestvérem, aki ott él Marosvásárhelyen, abban a házban. Más rokonom nincsen. Az összes unokatestvéreim eljöttek onnan. Nekem pedig más testvérem nem volt. A családom kihalt. Nem, nincsenek reminiszcenciáim, és nem vágyom vissza. Visszatekintve volna valami, amit esetleg másként csináltál volna? Nem. Mindent pontosan így csináltam volna, ahogy csináltam. Nem tettek magamnak szemrehányásokat, mert nincs miért. Tudod, arra gondoltam, hogy akkor, amikor valamit tettem, akkor biztosan nagyon jól meggondoltam, mint ahogy mindig mindent nagyon jól meggondolok. És amikor valami következett, akkor azt biztosan azért tettem, mert az úgy volt logikus. Úgyhogy nem sajnálok semmit. Mindent pontosan így csináltam volna, hogyha talán megtanultam volna angolul. Ez az egyetlen, ami hiányzik az életemből. Volna még valami is, amit elmondanál a festőművészet vagy a könyveid kapcsán? A könyveim kapcsán mondanám el, hogy nagyon nagy felszabadulás érzése volt, amikor elkészültem egy-egy könyvvel. Olyan boldogság, ami máskor nem érintett. Szóval valahogy a megelégedés, a magammal való megelégedés, az nagyon jó érzés volt, amikor elkészültem egy-egy könyvvel. Azt az érzést szerettem. Mindent, amit egyébként csináltam, mondjuk a festészetet, azt is kedvel csináltam, de ez a megelégedés érzése ez nem volt bennem. Orvosként
úgy ítélem, hogy közepes képességeim vannak, de a lelkiismeretem nyugodt, mert amit tudtam, megtettem. A felvétel végén megkértem Izzát, hogy olvasson fel egy rövidebb írását. Most azt következik. Elolvasnám egy humoreszkemet. Az a címe Darázscsípés. Éva kolléganőmnek és harcos asszonytársamnak a Hattyú utcából van egy bájos férje, Csaba. Mint mi valamennyien, ő sem tartozik már a legfiatalabb korosztályba, de nagyon vigyáz magára. Sportol, bridgezik, teniszezik, szóval testét, lelkét karban tartja. Egyik reggel teniszezni készült Csaba. Évával életvasaltatott a törtfehér porcelán nadrágjára, és kért egy fehér alsónadrágot. Sajnos a fehér alsókat Éva éppen a mosógépbe tette, a masina mosta is őket nagy-nagy szorgalommal. Éva Csabához fordult széttárt kézzel. Fehér nincs tiszta, csak a tarkák. Miért akarsz? Piros pöttyöset vagy a kis oroszlánosat? Csaba a kis oroszlánosat választotta, felöltötte sietősen, majd ráhúzta a hosszú fehéret. Teniszütőjét kétbe véve, hófehér vászon Mici sapkáját a homlokába húzva elindult a megbeszélt partira. És ment az utcán, fiatalosan, ruganyosan, lóbálva kezében a teniszrakettet. Irány a szénatéri villamos megálló. Egyszer csak úgy érezte, mintha a combja magasságában úgy a külső, felső és középső harmad határát valami a bőrén megmozdult volna. Keze élével végig simotott a nadrágon, át a kérdéses helyen, miközben a szomszéd járdára tekintetett szorgosan, ahol egy leányiskola várt az átkelésre, két szigorú arcú nevelő tanárnő kíséretében. A forgalmi lámpa épp zöldet mutatott a járműveknek. Autók tülköltek, motorbiciklik rohantak át a zöldön. Betonkeverő autó közeledett a kereszteződésben. A kislányok várakozva álltak az egyik oldalon. A másik oldalon időközben Csaba nadrágjában drámai események zajlottak. Ezúttal a bal szombja belső részén érezte, hogy valami mászik, reflexesen odakapott, aztán elkezdett ordítani. Csak azok értik meg igazán ezt a tragédiát, akiket cipetnak meg darázs a lágy részeken. Csaba kapkodott, a darázs még egyszer oda csípett. Hősünk ledobta a rakettet a kezéből, villámgyorsan lehúzta magáról a fehér teniszöltözéket, s miközben rázogatta, ott ugrált vadul kis oroszlános alsójában, hogy megszabaduljon valahogy a darástól. Ez sikerült is, éppen amikor a járókelőknek szabad lett az út, de a szemközti oldalon mindenki megkövülten állt. Az egyik tanárnő égnek emelt kézzel szemlélte az alsó neműbe ugráló nyugdíjaskorú urat a Mici sapkájával. A másik tanárnő a kis oroszlános nadrágocska lázán eltakarta az mindkét szemét egyik kezével. A másik kezével a legközelebb álló kislány szemét takarta el, ennél többet ő sem tehetett. Csaba eközben megnyugodott, hogy a darázs elrepült. Visszahúzta fájós combjaira a fehér hosszú nadrágot. A túloldalon a kislányok vihogtak. Csaba felkapta az ütőt, körülnézett, nem jön-e rendőr, nehogy elkapják közbotrány okozásért. Nem jött, de a lámpa ismét elzárta az utat. Ám Csaba hegykén fütyörészve, mintha mi sem történt volna, átsétált a piroson. A járművek csikorogva fékeztek. Az egyik tanárnő azt hiszette felé, maga statír. Hősünk úgy tett, mintha nem róla volna szó, de már nem mert kimenni a teniszpályára. Hazamenni is alig sikerült neki, mert az eredetileg dió nagyságú csípést negyed óra alatt kókuszdióvá dagadt. Több napig borogatták. Azóta Csaba öltözködés előtt minden alkalommal átvizsgálja darázs ügyben a ruházatát. A leányiskola pedig más útvonalat választott növendékei számára. Ezen túl messzire elkerülik a szénateret és környékét. Köszönöm, Iza. Ha valakinek bármilyen hozzászólása volna témáinkhoz, vagy egy új témát szeretne felhozni, esetlegesen szeretne részt venni beszélgetéseinkben, értesíthet bennünket a szó összehoz, ékezet nélkül is egyben, kukac@gmail.com e-mail címen.